Sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Hatos csatorna televízió nézőit. Önök a Vallás és Kultúra című műsort látják. Szeretettel köszöntöm stúdió vendégünket, Kulcsár Tibort és kedves feleségét Anikót, akik a Mera Rádióba, a Magyar Evangéliumi Rádió Alapítványban dolgoztok már hosszú évek óta. Ti már voltatok itt ebben a műsorban, beszéltetek erről, de nem biztos, hogy a kedves nézők emlékeznek erre. Tibor, mutasd be a rádió műsorotokat, vagy ezt az alapítványt. Miért alakult, mi a célotok? Az az igazság, hogy amikor arról beszélünk, hogy az Evangéliumi Rádió alakult, akkor az már önmagában egy különös történet, hiszen nagyon sok idősebb néző talán még ifjú korából emlékezhet arra, hogy volt egyszer egy Monte Carlo rádió. Így szokták itt Magyarországon emlegetni, ami tulajdonképpen a vasfüggöny mögül valóban Monte Carlóból sugárzott, és az volt a különlegessége, hogy arról az adóról kezdett el evangéliumot sugározni, amit eredetileg még Adolf Hitler építetett azért, hogy majd a harmadik birodalom propaganda szövegét nagy teljesítménnyel az egész Európának el tudják juttatni. Hát Hitler előbb megbukott, mint hogyha a rádió valóban működésbe lépett volna. De a torony volna. Megmaradt. A torony megmaradt, és aztán az 50-es években a Transföld Rádió alapulása után elkezdtek keresni egy nagy teljesítményű adót, és ott állt ez az adó, kicsit már rozsdásodva, de fölújítható és használható állapotban, és akkor a Transföld Rádió bekapcsolódott ennek a felújításába, és onnan aztán más műsorokat is sugároztak, nem csak vallási műsorokat, de elkezdtek sugározni, és az volt a különlegessége, hogy az első 5 nyelvben ott volt a magyar is, mert a Transföld Rádió alapítója, egy Paul Fried nevű ember, hát eredetileg ékes magyar nyelven beszélt, amíg nem költözött ki Amerikába, és ő neki volt egy ilyen szándéka, hogy egy egész világot meghatározó, besugárzó, Jézus Krisztus evangéliumát sugárzó adó jöhessen létre, és hát az elején fölvállalta ezt a kicsit hangzatos nevet, hogy Transworld, tehát egész világon átsugárzó rádió, de aztán nagyon hamar, nagyon sok nyelvé érett ez a döntés, és egyre több helyről bekapcsolódtak. Nagyon hamar bekapcsolódott az Evangelium Rundfunk, ez a német nyelvű evangéliumi adó is, és ennek az összefogásnak lett az a gyümölcse, hogy már a 60-as években magyar nyelven is sugároztak, és onnantól kezdve folyamatosan egészen a rendszerváltásig. És az Evangéliumi Rádió alapítványnak a létrejötte, az tulajdonképpen a rendszerváltáshoz kötődik, amikor már szabad volt alapítványt létrehozni, de ilyen értelemben hiába csak 92-ben jegyezte be a cégbíróság, mint alapítványt, de hát a maga a munka, amit Magyarországról is végeztek nagyon sokan, persze titokban föld alatt, az sok-sok évtizeddel korábbra nyúlik vissza. Úgyhogy a mi munkánk az ilyen értelemben valóban sok évtizedre visszanéz, és nagyon-nagyon-nagyon sokan vannak, akik hát vagy késő este, középhullámon, rövid hullámon hallgattak bennünket, vagy aztán már az Evangéliumi rádióadásait kicsit jobb időpontokban hallhatták, középhullámon, rövid hullámon, délelőtt, délután, műholdas adás is volt egy időben. Hát most meg az új technika lehetőségével gyakorlatilag a nap 24 órájában bármikor megtalálható az interneten is az adás. Hogy tudunk rákeresni? Hát, hogyha valaki beüti ezt a híres rövidítést, a World Wide Waiting, ugye ez a www, na ez csak egy tréfa volt, szóval www.mera.hu, és akkor megtalálhatja. Akkor igen, ott is megy egy folyamatosan szóló stream, ami rádiószerűen hallgatható, de letölthetők az adások, vannak csak az interneten elérhetők blokkok, amiket meghallgathat, hogyha ráklikkel megfelelő pontokra, szóval sok mindent megtalál. Anikó, te is a rádiónál dolgozol, férj, feleség, együtt vagytok ebben a hivatásban, munkában. Milyen a műsor szerkezetetek? Milyen típusú műsorokat szerkeztetek? Hát elég széles skálán mozgunk, miközben szeretném hangsúlyozni, hogy mi tulajdonképpen réteg rádió vagyunk, tehát nem csak a nevünkben vagyunk keresztény rádió, hanem mi valóban keresztény rádió vagyunk. Tehát nem csak hivatkoztok rá? Nem csak hivatkozunk, ez nem csak olyan fedő
név, hanem mi valóban evangéliumi műsorokat igyekszünk készíteni. Nagyon sokfélét, biblia tanulmányokat, ami akár szisztematikus, tematikus, tehát sorról sorra egy-egy könyv tanulmányozása, de készítünk műsorokat családok számára, gyerekek számára biblia tanulmányt. Készítünk olyasmit is, ami, ez csak interneten hallgatható, hogy van egy úgymond ige hirdetés egy-egy bibliai szakaszról, és utána az összegyűlt hallgatóság, ez 10-11 néhány ember, megbeszéli és a adott korra próbálja alkalmazni a bibliai igazságokat, ez például nagyon nagy népszerűségnek örvend, és hogy érdekesség legyen, a Covid alatt talán föl is futott a népszerűsége, mert úgymond a közösséget imitáltuk, olyan, mintha ott lettek egy volna. Egy kis közösséget, igen. Igen, és aki hallgatta, úgy érezte, hogyha becsukja a szemét, már bocsánat, akkor ő is résztvevője egy közösségnek, és ugye tudjuk, hogy abban az időben hatalmas hiány volt a személyes találkozásokból, a közösségek kapcsolati hálójából. Aztán csinálunk olyat, hogy hát ilyen esti mese, vagy napi, tehát gyerektörténet, gyerekkuckó címszó alatt minden nap a gyerekeknek egy rövid, tanulságos, keresztény tartalmú történet, ami a mai élethelyzetet próbálja feldolgozni Bibliával a kézben, tehát keresztény szemszögből. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokfélét, életvezetési dolgokat, gyereknevelés, párkapcsolati probléma, tehát igyekszünk az élet minden területére reagálni. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy Bibliával a kézben, keresztény válaszokat keresve a kihívásokra. Egy-egy műsorotokat én is meghallgattam, és nagy hatással volt, amikor roma testvérekkel beszélgettél, akik távolról jöttek, akár hölgyek, akár családok, akik elmondták azokat a küszöböket, amiben megbotlottak, de mindig volt erejük felállni és Jézushoz közelebb jönni. Igen hatásosak voltak. Igen, ezt nem említettem az előbb, hogy természetesen nem csak úgymond hivatásos igehirdetők vagy lelki munkások szólalnak meg az adásainkban, hanem laikusok is. Két fő csapás van. Egyrészt, amikor emberek elmondják, hogy az élet buktatói között hogy vezeti őket Isten, hogy tanácsolja, ezeket bizonyságtételeknek, tanúságtételeknek nevezzük, és van célirányosan a roma testvéreket megcélzó műsorunk, így is hívjuk, hogy cigány műsor, ők kérték, hogy ez a név maradjon, roma testvérek szólalnak meg, és valóban én is elég sokakkal készítettem beszélgetéseket, és hát el kell mondanom, hogy először félve kezdtem hozzá, mert úgy éreztem, hogy akkorra köztünk a kulturális különbség. De felnőttek a feladathoz. Igen. Én magamat befogadó embernek tartom, meg nyitott embernek, de mégis úgy éreztem, hogy talán meg fogom találni velük a hangot. Tehát nem úgy lesz, hogy két dimenzióban beszélünk. Nem beszélünk két dimenzióban. Jézus Krisztusban mi valóban van közös nevező, van közös alap. És ez Isten és a megváltás. És megdöbbentő, hogy viszont amikor érzik azt, hogy én elfogadom őket és szeretem őket, hihetetlen kedvesek tudnak lenni. Uh-huh. Megdöbbentő élmény az, amikor mondjuk egy teljesen analfabéta asszony, mert elég sok ilyen van, el kell mondanom, nagyon sok ilyen van köztük, a férfiak között is, de a nők között rengeteg. És elkezdik mesélni az életüket, és teljesen nyitottak, elfogadóak, az a bizalom, amivel az ember felek kinyílnak, az hát megdöbbentő. És valahogy jó érzés is az, hogy tényleg lehet igaz az, amit a Biblia úgy mond, hogy Krisztusban nincs sem férfi, sem nő. Pál apostoltól idéztem, és ő az akkori kultúrára alkalmazott, hogy sem görög, sem zsidó, hát mi mondhatnánk azt, hogy sem magyar, sem roma, mert mi mindnyájan egyek vagyunk az Úr Jézusban, és ezt tényleg jó megtapasztalni. Miközben nagyon megrázó életsorsokkal is találkoztam. Például mai napig előttem van egy szempár, egy roma asszony. Itt Magyarország egy kis településén voltam, ott interjúztam velük, és egyszer csak rám néz, nagyon
nagyon összetört szemekkel, és azt mondja nekem, hogy tudod, én nem tudom, miért szidják úgy nagy társadalmi szinten az ellátórendszert, a gyerekotthonokat, mert tudod, nekem megváltás volt, amikor olyan helyre kerültem. Mert volt fedél a fejem fölött, volt élelem, és nem erőszakoskodtak velem. És amikor egy ilyen életsorsba az ember egy pillanatra belenéz, akkor én úgy gondolom, hogy hihetetlen hálával kell eltölteni az én életemet szemlélve, hogy számomra ezek ismeretlenek. De ez az asszony most rendezett család... Hitelesen elmondta. És rendezett családi életet él, és azért, mert találkozott az Úrral, és azt mondta, hogy és megbocsátottam a szüleimnek. És úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas dolog, hogy ezt valaki ki tudja mondani, egy ilyen múlttal a háta mögött. Tibor, hoztál néhány újságot, ezek az Antenna újságok. Hát a cím egy picit megtévesztő, de azért maradt az Antenna, mert eredetileg a Transföld Rádión belül ez volt a neve az újságnak. Hát ugye ennek nem sok köze van olyan értelemben a rádió antennához, hogy kinyomjuk és működik, de mindenképpen kapcsolódik a műsorhoz. Olyan értelemben is félreérthető talán a címe, hogy ez nem műsorújság. Ez egy nagyon különlegesen szerkesztett. Ez egy háttérújság. Ez egy nagyon különlegesen szerkesztett újság. Tudnélik, profi szerzői alig vannak, természetesen vannak a munkatársaim közül, többen írnak, de elsősorban a hallgatóink megosztják az élettapasztalatokat, megosztják az ige melletti gondolatokat, nagyon sok tanúságtétel, megadott témákat írnak, hiszen minden egyes újságban úgynevezett pályázat van, amilyen témában lehet írni. Uh-huh. És a legjobbakat azt közreadjuk, de azt vettük észre, hogy ezek elképesztően nagy jelentőségűek azoknak a számára, akik elolvassák. Mert hogy azt üzenik, hogy a többiek is harcolnak, és a többieknek is vannak ima meghallgatásaik, a többieknek is válaszol ilyen-olyan, amolyan módon az Úr. Azt üzenik, ha nekik sikerült, akkor nekem is sikerülni fog. És hogy ki kell tartani az úton. Tehát ez egy különlegesen fontos ilyen szempontból a mi szolgálatunkban. Nem is gondoltuk egyébként, hogy egy idő után amolyan önálló életet fog élni. Most 48 oldalban adjuk már ki egy ideje. Ami milyen sűrűn jelenik meg? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert most vissza kellett, hogy lépjünk a kétszer egy évbenre, és ennek egyszerű oka van. Az újság kiadási költségét körülbelül 10-szer kell megszorozni ahhoz, hogy úgy nagyjából eljussunk a postaköltséghez, ami most már még csak nem is teljesen igaz, mert egyre többen igénylik a határon túl lévő magyarul beszélők közül, és ez a szolgálatunknak egy központi célja, hogy egy kicsit összefogni is a magyar keresztényeket a szolgálat által, és oda olyan horribilis összegbe kerül most egy újságnak a postázása, hogy inkább személyesen juttatjuk el, ahova csak lehet. Uh-huh. Úgyhogy most ez egy különleges váltás. Tehát emiatt kétszer egy évben, viszont a korábbi 20 oldal helyett 48 oldalakba adjuk ki. Tehát oldalszámban nem csökkent, inkább nőtt, tehát nem 4x20 oldal, hanem 2x48, de a tartalma az nagyon igyekszik nőni, fejlődni, és nagyon hálásak vagyunk Istennek azért, hogy egyre nagyobb az igény. 7500 példányban adjuk ki, amikor kiadjuk. Ez egy nagyon komoly. És nem tűnik úgy, hogy ennek ez elégséges lenne majd a következőnél, ami majd valamikor novemberben jelenik meg. Akkor gondolom, hogy minden lapnál átélitek, hogy Isten azt a kis mustármagnyi dolgot megáldja, és egy lappá nő elő, egy fává nő vekszik elő. Hatványozottan. Igen. Már csak azért is, mert ugye a mi nevünk az, hogy Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány. De ez egy olyan alapítvány, amihez gyakorlatilag alig-alig tevődik valami olyan pénz, ami nem a hallgatóinktól és olvasóinktól jönne. Tehát ezt úgy kell érteni, hogy a Transföld... Hogy önfenntartók vagy. Teljes mértékben. Tehát a Transföld Rádió, akiről úgy gondolják nagyon sokan, hogy ó, biztos egy nagy nemzetközi szervezet, abból dől a pénz, hát nem. Tehát elenyésző összeg az, ami egy évben tőlük érkezik. Viszont a hallgatóink, támogatóink, és ezek magánszemélyek,
Tehát nem egyházak, ez egy felekezettől független szervezet, tehát nem egyházak hivatalos nagy támogatottságából tartjuk fönt, hanem azok az emberek tartják fönt, természetesen Isten kegyelméből, akik ezt fontosnak tartják. Tehát ebből készülnek a műsorok, ebből készül az antenna újság, ebből fedezzük a postázást, ebből fedezzük a rádiónak az irodai költségét, a működési költségeket, néhány munkatársunknak a tiszteletdíja is ebből kerül ki. Tehát muszáj addig nyújtózkodunk mindig, ameddig a takaró ér. Anikó, hölgyek hogy vesznek részt ebben a munkában? Mert most itt ti ültök 50-50%, de úgy, hogyha az egész munkát nézem, vannak hölgy segítőitek? Ez egy nagyon jó és nagyon érdekes kérdés, már csak azért is, mert amikor én bekapcsolódtam ebbe a munkába, hát ez most már nagyon-nagyon rég volt, hát nem sokára közelíti a 30 évet, ahogy így gyorsan számoltam, akkor én voltam az első hölgy, és a legfiatalabb. És amikor először elmentem munkatársi alkalomra, akkor hazamentem, egyedül mentem el, és annyit mondtam a férjemnek, hogy Tibor, én most elmentem, udvariasan még egyszer-kétszer el fogok menni, és abba fogom hagyni, mert hát itt én annyira ez nem nekem való. Annyira kiri lógok a sorból, én legalább 30 évvel fiatalabb vagyok mindenkinél, és egyszem hölgy vagyok. És akkor hát úgy azért lehiggadtam, nem vagyok egy nagyon megijedős típus, hát végül is maradtam egy szemhölgyként akkor. Na most jelenleg... És a többiek már kikoptak. A többiek nagyrészt már nem csak a munkából koptak ki, hanem az igen. életből is eltávoztak. De tisztelettel gondolok rájuk, mert viszont nagyon sokat tanultam tőlük, hogyha már ez szóba került, az az elszántság és az az áldozatkészség, amit ők végeztek, hogy sokszor az életük, fizikai életük kockáztatásával csinálták még a 60-as, 70-es években a titkos felvételeket, az viszont tiszteletre méltó. Ez az elszántság és az a Isten iránti elkötelezettség, amit tőlük megtanultam. Viszont visszatérve az eredeti kérdésre, azóta, hát úgy mondják, hogy az egy első fecske után azért jönnek a többiek is, hát ez nálunk is megtörtént. Jelenleg hát majdnem túlsúlyba vagyunk, hölgyek. Nem baj az. Majdnem túlsúlyba, mégpedig nagyon megdöbbentő, tehát sokszor gyesen levő kismamák, vagy gyerek mellett levő kismamák bekapcsolódnak. Még nyugdíjba vonult nagymama korosztály, aki azt mondja, hogy hát én még bírom magam, akár olyan, aki médiából ment nyugdíjba, komoly pozícióban, világi médiumoknál, vagy... Tehát az élet minden területéről vannak segítőink, férfiak is vannak, hála az Úrnak, és a segítőket azt nem véletlenül mondtam, mert nekünk mindig is egy nagy területünk volt az, hogy nagyon sok önkéntessel dolgoztunk, akik ellenszolgáltatás nélkül jönnek és segítenek, szeretetből, Isten iránti elkötelezettségből. Ez olyan mozgalmi jelleget ad, igen. nem egy olyan elegyháziasodott, olyan nem. elédesített nem. valami nem. dolgot, hanem ez egy valóban olyan mozgalmi nem. jelleget igen. ad. És hogy mennyire így van, ez szerintem roppant aranyos történet, amikor mondjuk az anyuka, a nagymama és az unoka, aki lehet, hogy 5 éves, együtt csomagolja mondjuk az antenna újságot. Én úgy gondolom, hogy ennél szebb képet elképzelni nem nagyon lehet, mert a közös tevékenység összeköt, és mindenki úgy érzi, hogy hasznos, és valami jó dologban vesz részt. Férfiak is vannak így, értük is nagyon hálásak vagyunk, mindenkiért hálásak vagyunk, aki csak egy műsorban tud segíteni, azért is, aki úgymond már teljes felelősséget hord mondjuk egy-egy műsorblokkért, azért is. Ez itt a sok kicsi sokra megy elv működik valóban, a szó legszorosabb értelmében véve. Például aki az antennát tördeli, szerkeszti, ő még magányos vagy egyedülálló leányként kapcsolódott a munkába, utána férhez ment, már született 2 gyermeke, már azok is egészen ilyen tinédzser kor küszöbére kezdenek érni, visszaállt a munkába, de a férje is azt mondta, hogy minden támogatást meg fogok adni, ezt a munkát nyugodtan folytasd. Tehát ő tisztes polgári állás mellett családanyaként ezt is még fölvállalja, és
hűségesen végzi. Nagyon sok szép tapasztalatotok van akkor ezzel kapcsolatban. Kell-e valamikor konkrét segítséget nyújtani egy-egy hallgatónak, ír egy kétségbe esett levelet, egy anyagi, egy lelkipásztori, egy valamilyen segítségnyújtás kell? Van-e ilyen tapasztalatotok, Tibor? Hát az igazság, hogy erre kéne azt válaszolni, hogy ebben a sorrendben, ugye, hogy a kérdésben elhangzott. Tehát újra és újra érkeznek azok a kérések, amikor lelkigondozói problémák vetődnek föl. Ezek néha nagyon-nagyon-nagyon nehezek. Aztán van olyan is, aki anyagi segítséget kér. De olyan is van, aki szó szerint elakad mondjuk egy Biblia résznél, és akkor bibliai értelmezési segítséget kér. Visszakanyarodva ehhez néhány héttel ezelőtt... Itt nagyon komoly háttér kellene, ha te minden ilyen igényt azonnal és 100%-osan ki akarnál elégíteni, nem is tudom, itt akkor több tucat ember kellene, hogy a segítőid ott álljanak a hátad mögött. Az az igazság, hogy erre nagyon nehéz magyarázatot adni. Sokszor szokták tőlünk kérdezni, hogy hogyan tudjuk elvégezni a feladatot. Múltkor az angliai partner misszióval találkoztunk, és végigbeszélgettük a feladatokat, és ők nem látták át az egészet, csak hát amennyi belefért egy jó órás beszélgetésbe, és ők úgy foglalták össze a mi munkánkat, akik maguk is benne vannak ebbe a munkába, hogyha azt mondanánk, hogy ötször annyi emberrel és százszor annyi pénzből csináljuk a munkát, mint amennyiből csináljuk, akkor is nehezen lenne hihető, hogy ezt el tudjuk végezni. Na most az az igazság, hogy amit látunk az 5000 ember... Az Isten útja hihetetlen kanyarokon keresztül valósul meg, és ezt ti megtapasztaljátok. Igen. Amit az 5000 ember megvendégelésénél látunk a Bibliában, az egy furcsa alapélmény olyan értelemben, hogy nem tudunk magyarázatot adni például arra, hogy hogy került rá idő, de került, vagy erő került, hogy sikerült anyagilag. Isten mindig mindent időre kirendelt, nekünk viszont azért az egy fontos hozzáfűzni való, hogy ez nem úgy van, hogy mi közben ülünk és lógázzuk a lábunkat, hanem teljes erővel kell végezni a feladatunkat. Tehát ez a kettő együtt van, Isten adja az erőt, Isten adja a feladatot is, az anyagiakat is kirendeli, de el kell végezni a feladatot. Ez az alap dolog. Az előbbi kérdésre például egy nagyon érdekes levelet kaptunk nem olyan régen, aki azt mondta, hogy én sose tudtam értelmezni se az, hogy mit jelent imádkozni. Nem is tudtam imádkozni. Most egy ideje hallgatom a műsorokat, és hallom az imádságokat. És elhatároztam, hogy elkezdem másolni olyan értelemben, hogy akiket hallok imádkozni, ha ők imádkoznak, vajon meghallgatja az Isten, és azt írja, hogy örömmel mondom, hogy tapasztalom azt, hogy válaszol Isten az imádságára, mert most már én is tudok imádkozni, és most már mehetek Isten elé én is, mert tudom, hogy mit kell tenni. Ez csak egy egyszerű... Ez egy gyakorló lelkipásztornak, ez muzsika a fülében. Ez így van, mert ez azt jelenti, hogy valaki rátalált az életre. Ez szimfónia szívében, így van. Rátalált valaki az élet útjára, a Krisztusra. És igazából ez a cél. Tehát azért ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy nekünk nem az a legfontosabb, hogy valamilyen módon megküzdjünk. Egy intézményt fenntartsatok. Azért, hogy fönnmaradjon az Evangéliumi Rádiónak a munkája. Persze ez sem lényegtelen, de az a cél, hogy az emberek megismerjék az Úr Jézus Krisztust, a megváltót, találkozásuk lehessen vele, és elinduljanak ezen az úton. Ha ebben tudtunk segíteni, akkor elvégeztük azt, amit ránk bízott Isten. Nagyszerű. Van-e más evangéliumi médiummal kapcsolatotok, vagy médiumokkal kapcsolatotok? Van. A Forrás Média Alapítvánnyal együtt dolgozunk, de az Evangélikus Rádiómisszióval is együtt dolgozunk, kölcsönösen kérnek interjút. Adtok interjút. Adunk, természetesen. De nem keresztény rádiókkal is dolgozunk együtt, például a Szentendrei Városi Rádiónak is rendszeresen átadjuk az összes műsorunkat, vagy nagyon sokszor határon túlról megkeresnek minket, például Erdélyből nagyon sokszor, akár egy-egy sorozatot kérnek, vagy egy műsorblokkot. A paraméterek lefektetése után természetesen tehát így nyitottak vagyunk, hiszen mi nem magunkért csináljuk ezeket, hanem
Azért, hogy az emberek találkozhassanak. És ezeket a műsorokat nem blokkoljátok, hanem szabadon, nem. Meghatározott feltételek esetén igen. átadjátok így másnak. Igaz. Nyilván szerződés értelemben, mert hitten aztán igen, ennek itt jogi, vannak jogi következmények is, de nyitottak vagyunk mindenféle tárgyalásra. Kulcsár Tibor, Kulcsár Anikó, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. A Jóisten gazdagon áldja meg a munkátokat, ezt kívánjuk. Mi is köszönjük. Köszönjük szépen. Megköszönjük a nézőink megtisztelő figyelmét, elköszönünk Önöktől. A Vallás és Kultúra című műsort látták. Viszont látásra, Isten áldja Önöket. Imre, kérlek szépen elköszönöd, még egyszer elmondod, mert valami fura volt a hangban. Jó. Köszönöm szépen. Megköszönjük a nézőink megtisztelő figyelmét, elköszönünk Önöktől, a Vallás és Kultúra című műsort látták, viszont látásra, Isten áldja Önöket!